Lepi! Sziasztok! Tulipán! Nos, csinálunk gyorsan nektek egy rögtönzött, köszöntő per csomagos videót. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a kedvességét, nagyon szépen köszönjük a különböző köszöntéseket szüli per nő per névnap alkalmából. Lepi! Nagyon szépen köszönjük kedves Irenának, Nílának küldött, gyönyörű szép, tulipános képes lapot. Látjátok milyen? Háromdimenziós. Nagyon szépen köszönjük Angi mamáéknak Hajnalka részére küldött parfümöt, rózsaszín, édes illatú, megmutatom, hogy milyen. Hajnalka már használatba is vette, valamilyen queen, az a queen királynő vagy hercegnő. Jó, is, köszönjük szépen, Hajnalka most nem mer beszélni, úgyhogy Zoli, ne is beszéltesd már, fejezd be! Rendben, tehát parfüm, fújjunk egy termékmintát, vagy hogy kell mondani. Merre fújjam? Ott a szemüveged. Ja, rád. De úgy akartam, hogy spricceljen, tehát lássák a nagy illatpermetet a nézők. Messziről vagy közelről? Ah, láttam! Láttátok? Na! Valamint nagyon szépen köszönjük a részemre küldött zseblámpát. Nem, bocsánat, nem zseblámpa az, hanem egy mozgásérzékelős LED elemlámpa. Köszönöm szépen kedves Katalinnak. Hát kivettem az elemeket, bocsánat, egy-két darabot, 6 darab elemmel működik. Csak kivettem, mert egyfolytában bekapcsolt. Nem akartam, hogy ne merüljön. Szerettem volna, hogy ti is lássátok. Szeredd meg, Zoli! Na hát, látjátok, itt van benn. Kivettem 2 darab elemet, mert érdekes módon egy sornál kivettem egyet, és még mindig világított. Nem tudom, hogy itt meg tudom-e mutatni, mert elvileg érzékeli a fényt. Viszont, ha letakarom... nem. De ha letakarom, be kéne kapcsolni, ugye? Mert akkor nem érzékeli, hogy világos van. Letakarom én. Jó, raktuk bele az elemet? Ó, bocsánat, Kati! Működik otthon, mert tényleg világít. Kitettem a fürdőszobához. Bár a fotón szekrényt mutatnak, hogyha kinyitod a ruhák szekrényt, és akkor ott tudsz szépen válogatni, ugye. De én kitettem a fürdőszobába, amikor éjjelente kimegyünk pisilni. Általában pisilni. Nem kakilni, fejezd be, kiírta! Ha jó, valamikor, ha hasmenésem van, lehet, hogy néha futnom kell. Tehát nem a villanykapcsolót nyomod fel, akkor befutsz, automatikusan fölkapcsolódik. Azt mondja, hát sorba kell rakni. Jaj. És azt nézem, basszus. Szóval ennyire érzékeny. De esküvilágít és nagyon jó fényereje van. 10.000 kelvines, tehát hidegfehér fényű. Hát ne haragudjatok. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönjük a szüli, nő, névnapi köszöntőket, ajándékokat. Én is mutatok egy ekkora nagy lószívet, te! Így benne van a fejem is, odané. Beraktuk a kesztyűtartóba! Odalé! Látjátok? Mondtam, hogy működik. Hajnalka volt az okos az, hogy rakjuk be a kesztyűtartóba. Én mondjuk be akartam küldeni Hajnit a csomagtartóba, de igaza van, egyszerűbb a kesztyűtartó. Nem a Hajnit, ő nem fér oda be. A csomagtartóba igen, ott már kipróbáltuk, de... Na, fejezzétek be, összekavarodok! Tehát... LED lámpa per kesztyűtartó, Hajnalka per csomagtartó. Működik! Na, és most ugye, hát 30 másodperc. Ha nem mozgatod, Zoli! Azért is megvárják a nézők! Jön egy autó, azt is érzékelni fogja? Na de egy kicsikét mozog a kezem, nem tudom mennyire érzékeny. Én ezt most nem bírom ki, elnézést kérek. Na, letesszük oda, és már kiabálok, ide lerakom magamnak. Támasszuk ki valamivel. Ott egy zokni. Zokni? Igen, zokni. Milyen zokni? A telefoni. Nem hiszik-e? Nem az én zokni, és nem használt. Továbbá nagyon szépen köszönjük Nil Alapítvány részére küldött támogató csomagjaitokat. Ott van a puska a telefon alatt. Súgógép.
Nézzétek a szemem, most olvasok. Egyszer elmentem az erdőbe répát szedni. Látszik, hogy olvasom vagy, olyan, te velük beszélgetnék. Maga nem figyelte hajnalka? Szerintem látszik, megy lefelé nézek. Zoli, ne bűsz megjegyezni öt neved? Dehogy nem, megbírom jegyezni, na. De biztonság kedvéért itt van. Hajnalka szépen leírta nekem, mert nem bízik a képességeimbe. Pedig én meg a himnuszt is el tudom mondani. Kezdjem? Énekelve. Öt szólamba. Na, szóval. Ne vicced már el az egész videót, Zoli. Fogd vissza magad. Nincs póráz, mondtam, hát a hajnaka nem beszél. Nem beszél, nem tud fenyíteni. Igaz, utána bezár a pincébe, de az egy megint másik dolog. Na. Szóval. Elmondtam az első mondatát. Tehát nagyon szépen köszönjük az alapítványra. Nagyon szépen köszönjük az alapítvány részére küldött támogató csomagjaitokat. Nagyon szépen köszönjük az angyal családnak, nagyon szépen köszönjük Teri mamának, nagyon szépen köszönjük Eszternek, Monának, Csabának, nagyon szépen köszönjük Angi mamáéknak, nagyon szépen köszönjük Irenának, nagyon szépen köszönjük Katinak. Jaj, mutassunk be egy-két. Jaj, nem, tudom milyen. Hivatalosan. Nos, rendszerint a csomagok tartalmaztak különböző tartós élelmiszereket, ruhákat, készségfejlesztőket, játékokat. Szóval nagyon szépen köszönjük a felajánlásaitokat, nagyon jó helyre fognak kerülni. Valamint a... Bezavar a légy! Basszus! Na hányszor vágjam meg a videót? Jön a meleg idő! Izzad, Zoli! Tudom, mert már százszor álltam neki! Hú, basszus! Az egy csomagos videó! Hú! Na, még a súgógép is leesik! Aztán, még hány bogár? Igen, nyitva van a hátsó ajtó. Nem tudom, ti nem látjátok, mert megsülünk. Ne állj meg az erdőbe, Zoli! Valamint... Ez egy pszichopata. Milyen váltásokat tud csinálni? Fejezd be! De van egy-kettő néző, aki írja, Zoli, bírom a humorod. Na, nekem ez pont elég, köszönöm szépen. Szóval, csomagok, alapítvány. Tehát, valamint azoknak is nagyon szépen köszönjük, akik a bankszámla számra történő utalásokat válasszák. Nagyon furcsa mondat újra. Valamint azoknak is nagyon szépen köszönjük, akik az utalást választják, és a bankszámla számra küldik felajánlásaikat. Hát ez furcsán mondtam, tehát anyagi támogatásokat gondolunk ez alatt. És természetesen a YouTube csatorna révén is mindenkinek nagyon szépen köszönjük, akik megtekintik a videókat, reklámokat, vagy a YouTube-on keresztül támogatnak bennünket, az alapítványt. Szóval... Mindenkinek, de tényleg mindenkinek, nagyon szépen köszönjük, akik ebben részt vesznek. Ha már csomagos videóról beszélünk, akkor illő lenne azt is megemlíteni, hogy külön nagyon szépen köszönjük mindazoknak, akik Nílára is gondolnak, és különböző gyertyákkal, teamécsesekkel meg is lepik őt. Ezt szépen mondtam, azt kell, hogy mondjam. Büszke vagyok magamra, mert úgy mondtam, hogy meg is lepik őt. Tehát lepi. Benne volt, hogy lepi. Nos, hát ez egy másik jellegű videó, Zoli, ezt tedd el. Ezt később említjük meg. Például szeretnénk nektek bemutatni ezt a gyönyörű, szép, különleges teamécsest. Nézzétek, szív alakú. Ráadásul nem tudom, hogy mennyire adja vissza a kamera. Talán látjátok, mit láttok? Rózsákból áll össze ez a gyönyörű, szép kis szív alakú teamécses. Hát ezt megmondjuk őszintén, hogy nem igazán merjük meggyújtani, mert ez az egy darab van belőle, és úgy gondoltuk, hogy ezt inkább oda helyezzük Nila mellé. Tehát ezt nem akarnánk, hogy elolvadjon. Illatos. Másik gyertyától lett illatos? Hát nézzük, úgyse tudják. Zoli azt mondta, illatos. Akkor illatos marad. Jó. Akkor az egyik gyertya befogta.
Vagy átadta az illatot, vagy hogy kell mondani. Szép. Az elmaradhatatlan kilós gyertya egy kicsikét más formában, ugye ez most nem az a fényes, kupakos, tetős, csillogó, villogós, nem tudom milyen, hanem szolidan, üvegben, ráadásul fekete. És az illata gránát, alma, fenyőmag. Majdnem. Lucfenyő. Tehát így lucfenyő. Tehát még egyszer, vágás történt, az illata gránátalma lucfenyő. Egyébként doboz illatú, leegyszerűsítve. Egy kicsi fahelyes beütése, nem tudom, gránátalma miatt. Vagy hülyeség, fejezzem be. Na, viccet félretéve, Hajnalka itt vitatkozik velem, szerinte ez sötétzöld. Én meg azt mondom, hogy ez fekete. Várjátok, kiveszem ezt a fóliát, vagy mi ez. Nem tud belőle kigurulni, mert ez bele van bigyóva. Jó, megmondtam. Hát ez fekete, Hajnalka. Csórónő. Vízlek a szemészhez, basszus. Nem fekete? Vagy én vagyok a bolond? Legyetek szívesek, írjátok meg kommentjűbe. Ez fekete? Szerintem az. Szóval nagyon szépen köszönjük. 3 kanócos. Ez jó sokáig fog égni. És nagyon szépen köszönjük, Hajnalka mindig úgy mondja, dísz, dobozos, illatos gyertyát. Ráadásul, nézzétek, pillangó van rajta. Azt hiszem, hogy sweet home, ilyesmi van ráírva, édes otthon. Nice, az szép, cozy, nem tudom, hogy jól ejtettem ki, az most nem ugrik be, hogy mit jelent. Kibonthatom? Általában finoman bontom ki. Zoli, szétrepegeted a dobozt! Nem. A videóba kell. Mi olyanok vagyunk, hogy mindent megtartunk. Gyűjtögetők vagyunk. Nem úgy, amit láttok a műsorban. Hogy még a kakit is elrakják a WC mellé. Azért azok az tényleg durva jelenetek. Nem. Tehát, ha van egy szép doboz, ideig, óráig megőrizzük. Ha már penészes, akkor kidobjuk. Na, de ne értsetek félre, szóval, mert szép, nem? Lehet, hogy valamit ebből ki lehet vágni, vagy valamit csinálni, kis ajándékot, mit tudom én. Ugye szoktunk kézműveskedni otthon. Éjjelente unatkozunk Hajnalkával. Kanóc igazítás. Ez milyen színű Hajnalka? Fehér. Ám akkor jó a szeme. Sötét zöldit csinál. Na, szóval láthatjátok, és rágógumi illatú. Az. Mivel nincs ráírva az illata, ezért azt mondok, amit akarok. De én úgy érzem, hogy ez rágógumi illatú. Rágógumi, az a rózsaszín. Az a hosszúkás gyerekkorunkból, nem? Vagy a hubabuba? Te mit érzel? Hajnalka azt mondja, hogy vanília. Hát nem tudom. A rágógumi vanília azért az két különböző dolog, nem? Olyan, mint a ketchup meg a mustár. Na, de az a lényeg, hogy nagyon szép, finom illatú, és köszönjük szépen, hogy ezzel is meg lett tisztelve Nila. Lepi. Tehát azért bontok ki mindent szépen. Szépen, Zoli, látjuk a sorcokat, mit művelsz. Hát mikor, hogy sikerül. De látjátok? És akkor így vissza tudom csukni. Amíg nem veszük használatba. Ez csak egy töredéke volt, Nilának küldött kis gyertyákból, de mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy odafigyeltek Nilára is, és őt is megszoktátok lepni valamilyen szép kis kedvességgel. Köszönjük szépen mindenkinek, és így a videó végeztével szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Nila a Daganatos Gyermekekért Alapítványt folyamatosan tudjátok támogatni, legyen az anyagi vagy tárgyi felajánlás. Bárminemű támogatásaitokat nagyon szívesen fogadjuk, ne feledjétek el lecsekkolni Facebook Nila Alapítvány oldalát, ott általában meg tudjátok tekinteni az átadott csomagokról készült fotókat, amelyet általában most már a YouTube per közösségi oldalra is felszoktunk tölteni. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük,
és köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. Tartsátok meg ezt a gyönyörű szép jó szokásotokat. Ez a videócska ennyi lett volna mára, úgy látom Hajnalka is elfáradt. Megmondom őszintén, hogy viszem fogorvoshoz, ennek már nem igazán örül. Ott még fogunk találkozni, de majd ez egy másik jellegű videócska lesz. Úgyhogy, sziasztok! Vagy így beszámogatsz, vagy ilyesmi, és úgy kiabáljak, hogy köszönjek, hogy sziasztok? Kiabálva? Nem. Szolidaritás. Akkor hárman tátogjuk, tudod? Ja, de tátogni se akarsz, nem? Hát akkor... Sziasztok! Jaj, ez ilyen ASMR-os dolog. Ugye, ott zörögnek az acskóval meg minden, az lehet hangos, de egyébként halkan beszélnek. Sziasztok! 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 Sziasztok!